Mit szólnál, ha azt mondanám, hogy 80%-kal nagyobb fényerőt tudsz kapni fele áron, mint az Aputure 600D? Elég jól hangzik, nem? És pontosan ezt adja a Smallrignek az új COB LED fény, ami belépett a versenybe, a 450D. Persze, semmi sem fekete és fehér, és van néhány csavar ebben a történetben, szóval, hogyha érdekel, hogy melyik fény való neked, és mi a pro-kontra, meg érdekel az én véleményem, amit a videó végén el fogok mondani, azon túl, hogy a különbségeket, árakat, specifikációt, unboxingot megcsinálunk, nézd végig a videót, kezdjük el, intro! Ma két nagyon érdekes COB LED fényt fogunk, erős fényeket megnézni, talán már az iparági vezetőnek mondható Aputure-nek a 600D-jét, és egy új versenyzőt, a Smallrig 450D-t, habár a Smallriget máshonnan elég ismerjük. Na de kezdjük egy jó kis unboxinggal, az Aputure 600D-vel. A csomagolásban nyilván ott van maga ez az erős fény, nagyon durva kábele, kiegészítők, hogy rá tudjuk rakni, állványokra, egy kontrollbox is, ami 3,24 kg, és maga a fény, ami 4,69 kg, és hát nagyon durva az ereje. 98.500 luxot tud reflektorral egy méteren. A CRI is és a TLC is 96, és amúgy ez a verzió egy nappali fényes, fix 5600 kelvines. Olyan, mint egy tank, nagyon robosztus, alumínium kiépítés, és nagyon van rajta egy ilyen tök jó fogó, amivel lehet ide-oda vinni. Na de most beszéljük át a Smallrig 450D-t. Magában a csomagolásban van ugye a fény, nem olyan erős kábelek, egy 55 fokos reflektor, és elég jó a hortáskája, de azért a 600D sokkal brutálisabb. De ami nagyon meglepett a 450D-ben, főleg az Aputure 600D-hez képest, hogy 80%-kal világosabb a középpontban, 172.000 luxot tud egy méterről reflektorral. És a többi metrikája is egy picit jobb. CRI az 96 plusz, a TLC az 97 plusz, ami nem csak kisebb szetteken, de akár nagyobb forgatásokon is jól jöhet. Amit még tudni kell az, hogy ez is egy fix 5600 kelvines, de amúgy van bicolor, ugye színhőmérséklet állítható verziója is. Következő fontos dolog, hogy könnyebb. 3,35 kg, ami 30%-kal könnyebb, mint a 600D, tehát akinek ez fontos, és ilyen run and gun setupban van, neki talán ez egy fontos faktor lehet, de maga a felépítése, ez is egy metál házban van benne, és egy nagyon egyedi, furcsa dizájnja van, hogy tetszik-e ez a dizájn, vagy sem, azt mondd meg, te kérlek a kommentbe. Na de most nézzük meg, hogy mit tud ez a valóságban. Ehhez pedig egy szuper kis terméket használok alanynak, ami a Dreamy H12 vezeték nélküli rútporszívó. Miközben megnézzük, hogy mekkora különbséget ad egy ekkora erős fény használata, hadd köszönjem meg az Impro-nak és a Dreamy-nek a videó ezen szegmensének a szponzorálását. Kutyatulajdonosként folyamatosan szenvedek a padlón lévő szőrökkel és porral. Régóta vágytam már egy könnyen használható, de elég erős szívóerővel rendelkező porszívóra, és a H12 pontosan ezt adja. Pillanatok alatt ki tudok takarítani, és az egyik kedvenc hasznom benne, hogy nem csak a porszívózást teszi levetővé, hanem a padló felmosását is. Ha téged is érdekel, link a leírásban, tudod, a lájkon valatt, amit amúgy benyomhatsz, ha tetszik ez a videó. Na de, térjünk vissza a fényre. Pontosabban, hogy melyik való neked. És hát a kedvenc válaszomat tudom adni, hogy attól függ. Tényleg a te preferenciádon és nyilván a büdzséden, pénztárcádon múlik az, hogy melyiket választod. Az, hogy milyen hangos, nem kérdés, mind a kettő nagyon csendes, egy 30 decibelnél van, viszont ami egy nagy különbség, hogy hogyan tudod kezelni a fényeket. Ugye az Aputure 600D-n magán a fényen nincs semmi, de egy nagyon robosztus kontrollboxa van, amiben V-mountos aksikat, DMX in-and-out-ot tudsz tenni, és tényleg profi felhasználásra van. Ehhez képest a Smallrig 450D-nek van magán a fényen is egy kis kijelzője, gombok, tekerők, és lehet extra 79 euróért kapni egy ilyen külső kvázi kontrollárót, ez nem egy doboz, hanem pont egy ilyen eléggé forradalmi, nagyon pici kis kezelőcucc, amit mágnessel bárhova fel tudsz rakni, és amúgy a dobozban jött még hozzá egy friction arm, és egy klemp is, amivel mondjuk állványra, vagy bárhova rá tudjuk rögzíteni,
ami szerintem tök jó, hogy ilyen könnyen bárhova mozgatható a dolog. Eléggé más ez a két megközelítés, a robosztus, több funkcióval lévő control box és egy ilyen kis extra mágneses dologgal. Amúgy kezelni még lehet appal is, de szerintem ezt összesen hasonlítsuk, mert az Aputure-nek a Sidus linkje mindent visz szerintem. Na de az árak. Az Aputure 600D euróban 1600, míg a Small Rig 450D 1000 euró, ami egy nagyon nagy különbség, főleg, hogyha még a fényerőt is hozzá vesszük, és lehet, hogy akkor mondjuk több Small Rig-est veszünk annyi árából, mint egy másfél 600D, úgyhogy igazából szerintem, hogyha te nagy produkciókon vagy, és fontos számodra ez az extra funkció, vagy az Aputure ökoszisztémába már befektettél, van más Amaran Aputure-ös fényed, és imádod a Sidus Linknek a felhasználói élményét, akkor mindenféleképpen az Aputure-rel mennék. De ha valami pénztárca barátabb, könnyebben hordozható fényt szeretnél, akkor a Small Rig 450D lehet pont a tökéletes fény neked. Mert mind a kettőnek jó a teljesítménye, magas CRI, TLC eredményekkel, ugye megbízható, hogy milyen lesz az a fényminőség, úgyhogy a nap végén a te preferenciád és pénztárcád dönti el. Nagyjából ennyi is, de van egy dedikált videóm sokkal részletesebben, ami bemutatja az Aputure 600D-t, ha érdekel, ki fogom ide rakni, és csináltam ennek kapcsán egy tutoriált is, hogy egy ilyen erős fényt hogy tudsz használni különböző féleképpen interjú felvételre, ha valakivel interjút készítesz, vagy akár Talking Head-re is, 4 ilyen megoldást mutatok ebben a videóban. Mint mindig, hogyha most találkoztunk először, akkor kérlek nyomd meg a feliratkozás gombot a kis csengővel is, mert még rengeteg tartalmam jön, nem csak ilyen review-k, de tutoriálok is, vagy ha forgatok, akkor vlogosan, old school módon bemutatom, hogy mit, hogy veszek fel. Ha ezek érdekelnek, tudod, hogy mi a dolgod. Köszönöm, hogy itt voltál, remélem találkozunk a következő videóba, mondjuk itt. Klik, klik. Szia, sziasztok!